Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este, középhaladó elvonulásunk teljes nyitónapján. Várhatok egy olyan tanítást, amely most tényleg személyesen nektek szól. Ehelyett azt kell hallanatok, hogy eredetileg nincs tanítás. Mi vagyunk emberek, akik sok ezer éven keresztül jövünk és megyünk ezen a planétán és kialakulnak különböző tapasztalatok és nézetek. És megpróbáljuk jó esetben egymást segíteni ezekkel a tapasztalatokkal és nézetekkel, rossz esetben egymásra csak hatni akarunk, legrosszabb esetben egymás akaratát szeretnénk befolyásolni. A legérdekesebb az emberben az, hogy sosem elég az, ami itt van. Úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a tökéletlenség vagy elégtelenség ténye se magadban nem elég, az, aki vagy, és a világ sem jó úgy, ahogy van. Erre a turbonyomást a mullandóság rakja. Nincs egy inkarnációban több száz éved, hogy mókoljál magadon, meg a világon. Tehát ez a türelmetlenségnek, a félelemnek, és így a tetterőnek is a, az oka. Igazából kérdéseink vannak, és megoldatlanságaink vannak, mert a mullandóság és a tökéletlenség nagyon hamar az oldalunkba vágja a sarkantyúját. Amire a legkésőbb jövünk rá az életben, az az, hogy a szabadság, amit annyira szeretnénk, és annyiféle elképzelésünk van, az előbb-utóbb lefordítódik olyan tapasztalattá, amely a kölcsönös függést erősíti meg. Akármilyen eszmét vallasz, lélegezni kell hozzá. Tehát oxigénfüggőek vagyunk akárhol élsz, enni kell, ételfüggőek vagyunk. Tehát nézd meg, hogy az ember hogyan viseli a létezés három alapjegyét, és milyen megoldásokat talál ki rá. Nagyon sok vallástól hallhatsz nagyon sokféle teológiát, ideológiát, utat, dogmatikát. És nézd meg, hogy az emberiség milyen elképesztően rossz százalékkal használja föl ezeket a megoldási javaslatokat vagy módszereket. Az már biztos, hogy nincs egyedül üdvözítő út, hanem magadat kéne ismerned ahhoz, hogy jó válaszszál, utat és realizációs praxist. És itt rögtön a 22-es csapdája megjelenik: ha nem ismered jól magad, akkor szükséges valamilyen külső segítség, amelyet helytelen önismeret alapján szinte biztos, hogy rosszul választasz meg. Tehát benne van az emberben az, hogy törekszik és hibázik tanul, megint törekszik, megint hibázik, megint tanul, és a többi. Az ember ezért szoktuk azt mondani, hogy hétszer buksz, nyolcszor állj És nagyon sokszor a művelt európai vagy egyéb nyugati országbéli tanítvány nem érti. Szóval, miért? Nincs valami kikövezettebb út? Nem lehetne elkerülni a kudarcokat? És kiderül, hogy nem. Tehát a karmádat nem tudod másképp kipörgetni, csak úgy, ha egyrészt Tényleg törekszel, másrészt engeded magad hibázni, harmadrészt nem ítélsz magad és mások fölött azért, mert te és a világ tökéletlenek vagyunk. Mindannyian. A törekvés maga és az irányvétel maga ki fogja adni azt, ami neked a kérdésedre a válasz. Ha már eleget éltél és tapasztaltál, hibáztál és javítottál, akkor pontosan tudod, hogy minden kimondott szó relatív. Minden karma, ami megjelenik, az eltűnik. Minden tanítás, amely egyedül üdvözítőnek óhatja beállítani magát, hamis. Részben vagy egészben használhatatlan. Nézd meg a Budhának azt a fajta dilemmáját, hogy nem akart tanítani. Amikor rájött arra, hogy ez mennyire egyszerű és mennyire nyilvánvaló, csak törekedni kell, javítani kell, és járni kell az utat, akkor ő, nem óhajtotta megforgatni a darma kerekét. És a mitosz szerint Brahma lejött a Tusita mennyországból, tehát a legmagasabb helyről, és azt mondta, magasztos, kérlek, forgasd meg a tankerekét, mert vannak, akiknek a szemét kevés por fedi. Ők majd megértik ez korán sem egy erős megkülönböztetés beépítése volt a tanba, hanem annak a felismerése, hogy eltérő tudatszinten vagyunk, és a mahaján a tanítása nagyon világosan kijelenti, hogy a buddha természetünk, azaz a megvilágosodásra való képességünk, az pontosan ugyanolyan. Ugyanolyan mindannyiunké. A buddhái, bodhidarmái, a pátriárkáké, a nagyszerű szerzetesek és szerzetesnőké, világi férfiaké, világi nőké, minden testhez kötött emberi lényé. És itt nagyjából az azonosságok véget is értek. Ebben a pillanatban az a fajta közös platform, ami a buddha természet, ha ezen túlmész, akkor már csak a karmád van, hogy másféle lelked van, másféle tested van, mint bármely más ember, és ez adja az egyediségünket. Erre szükség van. De ha mélyedre nézel, a saját lelked mélyére nézel, akkor nagy részt megoldatlanságokat találsz. És a megoldatlanságok hajtanak előre, tétetnek föl veled kérdéseket, és hogyha jó válaszokat találsz, akkor az azok által kijelölt irányt követheted. Az igazi kérdés az, hogy a válaszokat mennyire lehet cselekvésre váltani. Mennyire követheti a gondolkodást a tapasztalat. Nagyon sokféleképpen gondolkodhatunk, de amíg a fogalmi gondolkodás nem ismeri föl, hogy van valami, ami fölötte áll, és nem fogalmi, addig csak a saját köreinket rójuk. Nagyjából két D-ben, így síkban. Amikor a megkülönböztető tudatosság felismeri, hogy minden megkülönböztetés relatív, és nem érdemes az ítéletalkotás abszolút igényével föllépni, amíg ez a felismerés nincs meg, addig a megkülönböztető tudatosságot szintén csak kétdében, így síkban a jó és a rossz között mentegél, jobbra és balra, és azt akarja, hogy neked legyen igazad. És csak neked legyen igazad, és másnak lehetőleg ne legyen igaza, mert sérti a te önképedet. Ugyanez igaz az emlékezésre is. Amíg nem ismered föl, hogy van egy olyan tudatforma, ami nem függ a múlt a jelen és a jövő hármasságától, addig mindig a múlt rabjai vagyunk, legalábbis úgy látszik. A jelenünk az egy elképesztően keskeny sáv, nagyon kevés cselekvési lehetőséggel és mozgástérrel, a jövőnk pedig bizonytalan. Mihegy felismered, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul, fordul a kocka, az a mesebeli kocka. És rájössz arra, hogy ebben a pillanatban, és csak is ebben a pillanatban lehetséges bármi. Bármi. Rengeteget gondolkodunk hihetetlen mennyiségű könyvet írunk. Fantasztikus minőségű és mennyiségű alternatívát dolgozunk ki. A kérdés az, hogy ez mennyire cselekedhető, mennyire tapasztalható, és mennyire alkalmas arra, hogy másoknak segítsünk vele, szintén mondjuk a felébredés természetes útján. Nagyon sok döntést hozunk az életben. Az egyik ilyen döntés nem egyszeri, többszöri, hogy mi a fontos, és ki a fontos ezen keresztül. Tehát mennyiségi szemléleted van, és halmozod a birtokaidat, a kapcsolataidat, az érzékszerű tapasztalataidat, mert egyik után kell a másik, rögtön. Kiégettük, újra gyújtjuk, megint kiégettük, megint újra gyújtjuk, és így szépen sorozatban jönnek a lények és a tények. Vagy pedig egyszer csak beáll egy olyasféle vertikum, egy olyasféle hierarchia, amelynek a tetején van egy olyan minőség, amit megcélzunk. És ez a minőségorientált közelítés először úgy érződik, hogy a kevesebb az több. Mert valamiféle minőséget szeretnénk, és nem pusztán mennyiséget. És a minőségorientált tapasztalat előbb-utóbb elvezet egy olyasféle tiszta tudat igényhez, amely a világ tapasztalata minőségi lesz. Tehát rájössz, hogy akármilyen optikát teszel a vázra, a szenzornak a minősége alapvetően meghatározza a fényképet. Amíg a szenzor nincs jó állapotban, de bármilyen gyönyörű optikai gyűjteményt használhatsz, a kép akkor sem lesz jó. Tehát a tapasztalatunk minősége egyenlő a tudatunk minőségével. Ezért az egy mondatért a 14. Pátriárka Nágárgyuna és követői több tízezer könyvet, több száz évet dolgoztak, hogy ez benne legyen az emberiség további tudatformájában, ezt úgy hívják, hogy a középút, illetve a világ általi teremtettsége. A zen nagyon sok abstrakcióval elbánik, és minden olyan lufit kidurrant, amiben te egész addig hiszel, amíg az első válság ki nem pukkasztja. A téves nézetekkel nem az a baj, hogy nagyon drágák, nagyon fényesek, és rendkívül nehezen érthetőek hanem az velük a baj, hogy a válsághelyzetben a legrosszabb pillanatban hagynak ott. És ezért érdemes a tapasztalat útjára lépni, amely túlvezet a duális gondolkodáson, érzelmeken, fogalmi gondolkodáson, beszéden. Minden, ami karma, minden, ami megjelenik és eltűnik, minden, ami relatív. Ezt pusztán elgondolni nem lehet, mert a gondolat képtelen erre. A gondolat képtelen elgondolni önnön forrását és enyészetét. Nem láthatod a szemedet, nem hallhatod a füledet, nem gondolhatod el igazi önvalódat. Következésképp, amit elgondolsz, az önkép. Amennyire közel van a valósághoz, annyira kevéssé szenvedsz vagy szenvedtetsz. Ha nagyon nagy a távolság, akkor nagyon szenvedsz és szenvedhetsz. Nagyon sokan így gyakorlunk ebben a teremben, kora hajnaltól késő estig. Valójában nincs üdvözítő tanítás, de van olyan törekvés, ami a célhoz visz. Nagyon kérek mindenkit, hogy ne cseréljük össze az étlapot az étellel, a térképet a tájjal és a használati utasítást magával az eszközzel ha ezt megfogadod magadban, akkor válsz komoly gyakorlóvá, mert megszűnsz függeni a külső forrásoktól és eszközöktől. Fölhasználod őket addig, ameddig használhatóak. De nem függsz tőlük, és nem várod az egyedül üdvözítő tanítás megnyilatkozását, hogy végre-végre, egy végre, gyönyörű pillanatban a te összes nyomorúságod menjen el valamilyen csoda folytán. Nem fog bekövetkezni. De az rendben elvégzett munka van, megfelelő tapasztalás van, a tapasztalás helyes felhasználása, mások javára fordítása, és a világ tisztább állapotának a megvalósítása felé megy. Nincs más. A mészerkezetében minden tan megmutatja önmagát. Merj kérdezni, merj a felszínen látni és merj lefosztani azokat a rétegeket, amelyeket az évszázadok vagy évezredek egy adott tanra ráraktak. A zen nem kivétel ez alól. Amiért hálásak lehetünk Szunkszánzen mesternek, közvetlen tanítványainak és az egész szellemi vonalnak, amelyet ő indított, az az, hogy mindenféle felesleges réteg nélkül a lényeget kaptuk egy működő struktúrában, átlátható intellektuális keretben, nagyon-nagyon jól tapasztalható módon. Ezt hívjuk egyszerű és tiszta gyakorlatnak. Ahol mehetsz egyenesen. Ahol úgy haladhatsz, ahogy a saját erőfeszítésed diktálja. Ahol nincsenek beépített akadályok, csak kapuk, amelyeken saját erőfeszítésed és tiszta tudatod függvényében mész keresztül. Innentől kezdve mindenki elviseli, hogy a csoki gyár nem édes. Amíg a videókat hallgatod, a könyveket olvasod, addig egy terméket fogyasztasz és hogyha nem lenne az íze kedvedre való, nem ülnél itt. Be kell látni, hogy ebben a pillanatban te a teremtettség állapotából a teremtő állapot felé mész, csak azért, mert beültél és elkezdtél befelé fordulni, és kísérletet teszel arra, hogy tapasztald igazi önvalódat. És akkor eltávolodunk a terméktől. Megszűnünk a csokoládé édességében, vagy kesernyiségében gyönyörködni, és belépünk a csokigyárba amely viszont nem édes, ahol munka van, ahol emberek jönnek, mennek, kék vagy fehér overában, és beton, fa, acél, üveg és egyéb anyagból készült gépek, helységek és egyéb eszközök teszik lehetővé, hogy a csoki elkészüljön. Milyen világot gyártasz le, milyen személyiséget gyártasz le magadban, ezt a folyamatot figyeljük meg. Nehogy azt itt, hogy te mantra praxist jöttél ide gyakorolni, meg kérdést, meg a tér és a hangok figyelését pusztán. Ezek eszközök. Mi a cél? Fedezd fel azt a teremtő folyamatot magadban, amelyel a saját személyiségedet és ezt a világot megteremted. És juss el a nem cselekvésig, a nem teremtésig, hogy onnan szabadon tisztában, nagyobb felelősségérzettel, több együttérzéssel és bölcsességgel indítsd a teremtésedet. Minden pillanat a teremtés indítása és befejezése lehet. És amikor ezt a folyamatot belül a gyakorlat segítségevel átlátod, akkor van esélyed arra, hogy bizonyos karmákat leállíts. Hogy ne állandóan a személyes narratívádnak a rabja legyél, és a narratívát szintjén várd a megoldás, hogy valaki visszaigazoljon téged, hogy te jó ember vagy. Vagy elítéljen téged, hogy te rossz ember vagy. Érdekes mondom, mind a kettőre egyenlő erővel tudunk vágyni. Nagyon szeretünk vágyni arra, hogy a külvilágból valami jó kis dualisztikus polaritást kapjunk, amely alapján aztán kőkemény döntéseket hozhatunk, és hivatkozhatunk a külső faktorra, hogy ő bizony azt mondta. Megint ő meg amaszt mondta. És akkor ebből áll össze az önképünk. Hát ezt a fajta infantilis viselkedés levetkőzni jöttünk ide, hogy meglássuk azt, hogy mi magunk teremtjük ezt az egészet. Hogy egymásért tudunk felelősséget vállalni egy tapasztalt szellemi szabadság birtokában. Amíg nem tudod elengedni a csokolád és csomagot, amíg nem mersz kilépni a saját komfortzónád édességboltjából, addig nem jutsz el a gyárkapuig és nem tudsz belépni a gyárba. És erre a tapasztalásra van szükség, hogy mi minden nincs a gyárban, azt a szívszútra elmondja neked. Azt hisszük, hogy mi annyi mindennel azonosak vagyunk, és kiderül, hogy mégsem. És most ezt ne akard eldönteni, hogy ez jó vagy rossz nekünk, jó? Ez így van. Tehát amíg ezt a tiszta tudatot gyakorlod, addig van esélyed arra, hogy a hagyma gyökerét nem fogod összetéveszteni egyetlen hagyma sem. Csak azt látod, hogy ebből a gyökérből terem a hagyma, és amíg nő, addig a rétegei szépen szaporodnak. Lássuk ennek a hagymának a gyökerét is, meg azt, ami vész szépen ott összeáll a tetején, azt a kis csücsköt ott fölül, a csúcsát. Lássuk meg az eredetünket. Ebben a pillanatban miből keletkezünk mi mivé teremtjük magunkat és a világot, és ennek szabjunk egy irányt. És akkor az a hagyma, amit mi itt érzékszerfez kötött lénynek, embernek hívunk, az elkezdi megtalálni a helyét, elkezdi betölteni a feladatát. És a jó hír az, hogy erre mindannyian képesek vagyunk, rossz hír meg nincs, csak elvégzendő munka és gyakorlat. No kérem, kinek van kérdése? Bármilyen. Vegyünk például a kicsin fűszálat, hogy miért nő ki, hogyha elszárad, és miért szárad el, ha újra kinő. Ennek az analógiájára kérdezném meg azt, hogy az embutizmus mit mond arról, hogy mi az az eredendő, úgymond bűn, ami a keresztény vallásban igazából Ádám és Éva almájának tekintendő, ami miatt mindannyian itt vagyunk, és szenvedünk tulajdonképpen, és hogy ezt a szenvedést ugye megszüntessük dolgoznunk kell. Miért születtél meg? Hogy lehetőleg levetkőzzem ezeket a szenvedéseimet, és egy magasabb tudati szintre kerüljek minden egyes újjászületéssel. Tételezzük fel, hogy ebben az életben sikerül ezt a karmát, a szenvedést levetközni, és egy magasabb tudatszintre kerülsz. Mit kezdesz vele? Megszűnik a fizikai létezés ennek a végső stádiumában. A tiédről beszélsz, Nem. vagy úgy az aleszugehőr? <laughs> Most magadról beszéltél? -e? Nem. Általánosságban. Igen? Hát hány ember nevében nyilatkoztál most? Mondjad. Körülbelül 7 milliárd év van, de ezek szerint hát évesen a 8 milliárdot, de még a 7 milliárd is veszélyes. Tehát ide jönne hozzád, körülbelül 8 milliárd ember, is azt mondja, hogy hát legyél szíves az én fizikai létezésem nevében, te nem mondjál semmit, nekem ez így jó, ahogy van. Erre mit mondasz? Az, hogy én igazából csak a zen a szemszögéből vetítem ezt rá, és nem az ő személyes nézőpontja alapján próbálom ezt vizsgálni, hanem én ezért is kérdeztem, hogy a buddhizmus mit mond erről. Tehát a zen buddhizmus szemszögéből vetíted rá úgy, hogy a zen buddhizmusról kérdezed, hogy mit mond ez ügyben. Így, így van. Látod az ellentmondást? Tehát nem ismered a nézőpontot, de már rá is vetítesz abból valamit a világra. Tedd félre. Ne vetítsél te semmit erre a világra. Ezt a gondolatkört, amilyen okos, olyan mélyre ásd el a kertben, hogy komposztálódjon. És ennek a pillanatnak a teljesen gondolatmentes, minden dualitástól szabad mi voltát, ezt éld meg. Utána egy másik kérdést fogsz föltenni. Jó? Az interjú szobában szó volt az önbecsülésről. Tudnál esetleg beszélni erről nekünk? Ha az ember nagyon azt hiszi magáról, hogy jó, akkor az katasztrófa. Ha azt hiszi magáról, hogy rossz, még nagyobb katasztrófa. Az önbecsülés azt jelenti, hogy meglátod a karmádat, meglátod hogy nem vagy azonos ezzel a karmával, meglátod, hogy te teremtetted ezt a karmát, meglátod, hogy te teremted ebben a pillanatban újra ezt a karmát, és mi helyt ezt mások segítségére tudod fordítani, ez az önbecsülés helyes alapja. Ez elérhető. Érdem. Vannak ugye azok a gondolatok, melyek jönnek és mennek, és könnyű megfigyelni. Viszont vannak ezek a személyes történetek mikor rendesen lehet észtelni a szemét a gondolatokban, és az olyan, mintha azt a szemét is én kreálnám, és ugye így történik a szenvedés. Is, és a boldogság is, attól függ, milyen avatárt hozzon létre. Tehát összeállhatnak esőfelhők, zivatarfelhők, fátyolfelhők, bárányfelhők, círrokumulucok, ugye? Milyen felhőt akarsz összerakni az égen? Ez a kérdés. Mert lehet érezni, még ha jó is, vagy ha rossz is, ha nagyon ott a személy, olyan nehéz. Nehéz az egész. Mitől? Én teszem azzá, mert ragaszkodom hozzá. Ha ragaszkodsz hozzá, akkor kicsit már nehezebb. Így van. A személy És... önmagában nem jó vagy rossz, könnyű vagy nehéz, hanem az a te hozzáállásodon múlik. Az egoitás önmagában nem létezik. Ha önmagában léteznek, akkor bemennénk a sebészetre, és kioperálnák belőlünk lelkileg és testileg egy ilyen kis egómentesítő operációs, bedobják a létezés sűjesztőjébe, és mindenki megvilágosodottan és boldogan távozik a kórház kapuján kifelé. Hogyha ezt megtalálja valaki, akkor Bóthid legyen szíves kézbesíteni, 1500 éve várja, hogy valaki oda tegye a tenyerébe, azt az egoitást, ami annyira tud fájni. Lehet épp ezért hozzuk létre, mert elhisszük, hogy ez így itt nem elég. Csatlakoznék az előző kérdésre adott válaszomhoz. Te többes szám első helyett egy egyes szám elsőt próbálj meg meglálni, mert hasznosabb. Mm -hmm. Te miért hozod létre? A személyre szükség van. Avatárkényszerben vagyunk, mert megszülettünk, tehát valamilyen személyiségre szükség van. De az egoitásra nincs szükség itt ebben a teremben, mint egy jó szervizállomáson, te teljesen belül alkatrészenként megláthatod a karmádat. Az első gondolattól az utolsóig. Egy kritikus tömeg fölé megy, és akkor a gondolkodás elkezd teher lenni. Kritikus tömeg alá megy, nem tudsz artikulálni, nem tudod kifejezni magad, nem tudod az életedet intézni. Köszönöm. Nincs mit. Egyéb kérdés? Eddig is beszéltél a karmáról és a darmáról, de mégis egy kicsit jobban kifejtenéd, hogy hogyan, a karmából hogyan tudunk egy darmatikus utat választani, vagy, vagy meglátni, vagy... Szoktál főzni? Igen. Szerintem jó főzöl. Kislányként valakinek a főztjét etted, így van? Mm. Az volt a karmád. Amikor elkezdtél főzni, tanulni, akkor megismerted azt a törvényt, amely szerint ételt lehet főzni. Ez a főzés darmája. Le van írva. Úgy hívják, hogy szakácskönyv. Nagyon sok szakácskönyv van, ez a finom étel szútra, meg a fantasztikusan ízletes desszert szútra, nem beszélve a különböző ilyen kis étrendi változatokról, hogy most milyen iskola szerint főzünk. Tehát amikor a darmát tapasztalod, akkor meglátod a törvényt, hogy hogyan működik a világ valójában. És ennek a törvénynek a tapasztalata tesz teremtővé minket. Amíg nem, addig csak úgy tapasztaljuk a világot, beleértve magunkat is, mint ilyen kis teremtett lényeket, amely ki van téve a sors viszontagságainak. Bementél egy ilyen gyorsba, és kaptál valami nagyon-nagyon rosszat. És megfeküdte a gyomrodat. Hát te főzted? Nem. Tudod, hogy főzték? Hát eleinte azt hitted, hogy tudod, aztán kiderült, hogy nem. Az se, hogy miből csak azt érezte, hogy ez most nem volt jó. Én ilyet többé nem eszem. Előbb-utóbb megismerjük a sajátosságát ennek, és amikor a sajátosság összeáll egy rendszerré, azt darmának hívjuk. De a darma sosem lesz karma. Sohasem a szakácskönyvet esszük meg, hanem a szakácskönyv alapján rutinosan, jó lélek állapotban elkészített finomságot. Úgyhogy tessék a darmát megismerni azért, hogy helyes karmát hozzunk létre. Nem a térképen megyünk, a tájon megyünk, de térkép nélkül lehet, hogy eltévednénk. Jó? Hogyan definiálnád a magányt? A magányt? Nem szólok hozzád. Köszönöm. Magányos lettél 5 másodperc alatt. Ha nem szólsz senkihez, mert nincs kihez, ha nem érintesz meg senkit, és ő sem téged. Ha nincs kivel együtt gondolkodni, érezni, cselekedni, enni, inni, boldognak lenni, szomorúnak lenni, ez magány. Hát de sokszor ez társaságban is előfordul. Nem mondtam, hogy csak a sziklás másbéli tájon tudsz magányos lenni. A sziklák egyébként marha jó társaság, több millió éve ott vannak, és lehet rájuk számítani. Ráültél ma, teszel egy kört, és holnap is ott lesz. Nagyon jó társaság. Emberi társaságban tudsz olyan magányos lenni, hogy az ember így néz, hogy beszél hozzám, de valójában egy ányképhez beszél. Nem engem lát, hanem a rólam alkotott elképzelését. És amikor több példányban egy ilyet tapasztalsz, akkor ilyen lidérces uh, magányérzeted van, hogy téged nem, hogy nem ért senki, vagy nem érez senki, egy töredékedet látják jól. És ezt úgy tudod feloldani, hogy te jobban látod őket, mint ők saját magukat. Nem lesz nehéz, hiddel. És akkor azt érzik, hogy benned megbízhatnak, nem tudják, hogy miért. De a helyes látás az az együttérzés és a bölcsességnek az alapja, a természetes forrása. És ezt ki se kell mondani. De ha belül megvan, ezt a másik érzi. Mert ők is magányosak a felszínességük, a projekcióik, az illúziógyártásuk miatt. És te ezt a jelenléteddel, a tiszta tudatoddal, a kapcsolódással, amely így érzékszervek fölötti, ezzel tudod oldani. Ez egy előzetes, látszólag indokolatlan bizalom képében jön. Megbíznak benned, és hozzád kezdenek el beszélni, mert te már azelőtt megértetted őket, hogy kinyitották volna a szájukat. És én kiben bízhatok, ha mindig én vagyok, aki? Kiben szeretnél bízni? Egy külső személyben? Mennyire tudsz egy külső személyben bízni? Nem mások karmájára támaszkodj, hanem a saját tisztánlátásodra. Ha tudsz a tapasztalatodban bízni, ha tisztán látsz a szemeddel, hallasz a füleddel, tisztán érzel a szíveddel, tisztán gondolkodsz az elméddel, abban tudsz bízni. Először önmagad működése legyen tiszta, és akkor abban az avatárban, aki te vagy, mint személy, abban meg tudsz bízni mindenféle önszeretet, meg ilyen öngratuláció nélkül. És most gondold el, te nagyon nemesnek érzed magad, és egy este úgy döntesz, hogy lovaggá ütöd magadat. Odász a tükör elé, előveszed a családi kardot, vagy bérelsz egyet a sarokról, és egy gyönyörű mozdulattal kimondod, hogy én lovaggá ütöm magamat, és utána lady leszel, mert szőr nem lehetsz. Tehát az önbizalom az valami normális. Az önképalkotás az előbb-utóbb ilyen teljesen komikus, narcisztikus borzalmakba bele tud menni, és ezt nem gyakoroljuk, de az, hogy ha te egy működőképes test és lélek összessége vagy, magyarul ember, abban meg tudsz bízni. És ezen keresztül tudsz a világban bízni. Mert egyébként miben? Voltaképp mi is a cél? A cél halál, az élet küzdelem, és az élet célja egy küzdés, maga monddál ember tragédiájának a végén. Ez, ez a küzdés, ez, ez nem egy, egy akarat tulajdonképpen, ami igazából azért hülyeség, mert önmaga ön, ön, onnantól kezdve, hogy akarat, az már egy függőség, és hogy én már akarok valamit, annak pedig ugye és a vége, mint tudjuk. Hát... Miért tetted föl ezt a kérdést? mert foglalkoztat. Valamilyen akarat közre játszott abban, hogy te föltetted ezt a kérdést? Igen, így van. Nem okozott ez függőséget benned? De, a kíváncsiság. Gratulálok. Ugyanis pont erre a függőségre vonatkozott a kérdésed. Egy függőség feltett egy másik függőségre vonatkozó kérdést. Hogy érzed magad? Remekül. Én is. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Köszönöm a lehetőséget. Tudsz esetleg tanácsot adni, hogy amíg járom az utat, hogy hogyan tudom felismerni, hogy a tiszta bölcsesség az, ami reakcióba lép, mondjuk egy gondolattal, vagy egy hagyományjal, vagy bármi egy szabályjal, ami szembe jön velem, vagy pedig mondjuk a, a, reaktív ego, a dualisztikus ego, ami, ami, amivel igazából foglalkoznom kéne, és én azonnal elutasítom, mert, 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 mert negatív, vagy most, most, jég, most még nem, nem tartok ott, hogy... Értem. Érted? Köszönöm. Elsősorban szeretném azt a fajta örömhírt elmondani, hogy az útnak van két széle. És nagyon jól érezhető, hogyha te lecsúsztál az aszfaltra, és ott vagy a patkán, a patkánál ott van a korlát, korláton túl az árok, és az árkon túl pedig a mocsár vagy a szakadék, vagy ilyen egyebek. Ez ahogy alakulnak a nézeteid, az érzelmi és a gondolati reakcióid, ezek mind érezhetőek minél szélsőségesebb a reakciód, minél inkább azt látod, hogy te, te szent, te fantasztikum, vagy te borzalom, te. Biztos látsz benne, hogy a nagyon szélsőséges reakciók, azok az útról úgy térítenek le, hogy se a közepe nem marad meg, se a mélysége nem marad meg, nem tudsz bölcsességgel és együttérzéssel élni. Mert egyszerűen szélsőséges és abszolútnak kikiáltott érzelmi és gondolati reakciókba ragadtattad el magadat. Innen ez nagyon jól látszik. A következő lépés pedig az, hogy belátod, hogy ezeket te hoztad létre. Ilyenkor nagyon jó egy magányos séta az erdőben, a fák nem szólnak hozzá, de hogyha mondjuk napokig mész az erdőben, te előbb-utóbb elkezdesz beszélni a fákhoz. Akkor látod, hogy a fákra tevetítesz rá mindent. Azért gyönyörű a természet, mert egy hiperintelligens, de nem személyes organizmus. Képzeld el, ha személy lenne hát nem sok ember maradna a Földön, amit elkövettünk szegénykével szemben. Ha azt mi visszakaphatnánk személyes szinten, fú, nagyon komoly. Tehát amikor a természetünk a tényleges emberi természetünkhöz visszatérünk, akkor egyé válunk ezzel az intelligens, intuitív és nem egoista működéssel, és természetesen megszületik ebből a nem mozdulóból nem kettősből, nem szélsőségesből, az a fajta bölcsesség, együttérzés, önzetlen segítség, amely egyébként mindannyian várunk, csak nagy részt kívülről szeretnénk ezt megkapni. Ha rájössz, hogy mindenek a kincsnek mi vagyunk a forrásai, mi magunkból ezt ki tudjuk hozni, és segíthetünk a másiknak is ebben, helyette nem végezhetjük el a munkát, de segíthetünk neki, akkor kezdtünk el ténylegesen a felébredés útján járni úgy, hogy nem másokat taszajtunk le róla. Onnan tudod, hogy baj van, hogy ez az én utam. Én, a nagy, pont, pont, pont. Azon az úton senki másnak nincs helye. Mert az csak az övé, az ő nagyságáé. Ha valaki ténylegesen az utat járja, akkor mer rajta elkopni. Kopj el az úton, és válj az úttá. Nem szűnsz meg, csak az akadályaid váltak porrá. Az önképeit foszlottak le, az egoitásod illuzórikus volt a derült ki, de te, mint személy, mint ember, egyre jobban működsz, egyre rugalmasabban, alkalmazkodóképesen, de iránytartóan és határozottan. Honnan tudod, hogy az úton jársz? A kérdésed szempontjából válaszolva, hogy minden karmát relatívnak látsz, és nincs csomó a palacsintatestában, nincsenek abszolút nézetek létrehozott valóság van, és a teremtőt és a teremtettet egyaránt éled. A harmadik pedig az a lényeg, amely mindkettőt áthatja. Ezt a hármat azért rakjuk el, mert itt Európában nagyon sokat bíbelődünk ilyen hármasságokkal. Teremtő, teremtett, és az a lényeg, amely a kettőt áthatja. Jó? Gondolkodjunk ebben. És így tudsz az úton maradni, hogy egyszerre éled ezt a hármat ebben a pillanatban összpontosul mindegyik, nem is kerül a gondolkodni, csak amikor a megkülönböztető intellektus ki akarja térképre rakni a saját kognitív világát, akkor erre szükség van. Miért azt látod, hogy valaki habzó vitatkozik veled, akkor szerencséd van. Meghajolsz, megtanultál valamit, hogy esete vagy, és arrébb mész. Aki szótlanul mellétszegődik, szegődik, és egy irányba megy, és előbb-utóbb aztán együtt tesztek, együtt tisztok együtt örültök, és együtt búsultok, azok úgy lesznek az útitársait, hogy nem kell hozzá külön használati utasítás, nem kell hozzá külön toborzólista, az kell, hogy egy irányba menjetek, és kész, és akkor az úton egymás mellé szegődünk. Arra az időre, amíg tényleg ezt tesszük. És akkor tudod, hogy ha több példányban megnézed azt a tudatformát, amelyet követsz, és még így is szimpatikus, akkor valamit jól csinálsz. Számítást. Ezért nincs rossz társaság. Nem kerültél rossz társaságba, csak letükrözte a környezet azt, aki valójában vagy. Jó? Egyéb kérdés? Volt már nagyon sokszor szó arról, hogy hogyan alakítson ki egy ember egy hierarchiát magának, ahol mivel a legfontosabb dolgot a tetejére teszi, és nálam most a legfontosabb dolog a családomnak a mindennapi működtetése, és ez bár egy nagyon élményekkel teli időszak, de olyan szinten leural mindent az életemben, hogy az alatta lévő többi érték vagy minőség az elég kaotikus, és a darmának a formális részét is nagyon nehezen tudom beilleszteni az életemben már csak akkor nyúlok oda, amikor már érzem, hogy ráz az út. Emiatt bűntudatom van, vagy hogy, Legyen mérgezem magam. Keményen! Ostorozzad magadat! Az is elvesz a gyakorlói időből. Folyik. Igen. Csinál. Hát, hogy lehetek egy kicsit elnéző magammal, nem. vagy. Ott a te mérdek gyerek. Őket ki kell szolgálni, mint apa, és ez minőség, állóképesség és egyéb dolgok kellenek. Hát honnan teremtenéd meg magadban, hogyha nem a gyakorlásból, abból az energiából, amely tényleg kozmikus és tényleg lényegi. Mert anélkül olyan gyorsan kimerőzte, mint a kis ceruza elem. Nagyon jó, hogy érzed, hogy kicsit ráz a patka, és hogy vissza kéne térni az útra. És van egyetlen egy kulcsfontosságú óra a napban, az az egy óra, amennyivel korábban kelsz a családnál. Akkor fogsz gyakorolni. Nem mond, hogy nem lehet, azt elfogadom, hogy nehéz, mert nem mondtam azt, hogy könnyű. Azt mondom, hogy nem sikerült. Majd fog. Az a kérdés, hogy mennyire kell sikítani ahhoz belül, hogy sikerüljön. Előbb-utóbb üvöltés van. Előbb-utóbb az van, hogy ezt én így nem bírom tovább, de ott van a szeretet kapcsolat. Nem is egy. Sok. De a szeretet kapcsolathoz kell igazán sok energia. Rengeteg. Adnak is, de megfelelő energiamennyiség nélkül nem tudod tolerálni. Olyan minőségtelenség lesz, olyan romlás lesz, mert nincs elég energiát hozzá, visszaszólsz, és nem is vetted észre, hogy ez te voltál, csak ott sír körülötted két-három rajkó. Apuka nem volt hozzánk, kedves. És akkor így nem akartam, késő. Itt adhatod a könnyeiket. Nem tudod visszaszippantani, amit kimondtál. Lehet bocsánatot kérni érte. Nem mond ki, ne tedd meg. Te tudod a legjobban gyakorló apukaként, pár hónapos csöpség ott van, hazamész egy picit rosszabb hangulatban, belépsz az ajtón, és sír a gyerek abban a pillanatban. Olyan szinergia, olyan energiaszintű egyévállás van, olyan lélektől lélekig való kapcsolat van, hogyha ez nem motivál, akkor nem tudom mi. Tehát van egy külső kisbuthád. És ez a külső kisbutha azt tanítja neked, hogy neveld a belső kis budhádat, musogassad naponta. Örülök, hogy ebben a helyzetben vagy. Mert felismerted, és ide jöttél. Itt van a generál. Itt van a feltöltő állomás. Úgyhogy gyere, mielőtt a mutató a pirosba menne, most nincs ott, a sárgában van. Jókor jöttél. Úgyhogy mielőtt a sárga közepére ér, ismét időt kérünk a családtól, gyerekeket nagyszülőknek és egyéb ilyen együttérző átmeneti segítőknek egy picikét kiosztjuk egy hétvégére, anyukától engedélyt kérünk, az muszáj, mert anélkül nem megy. Képzeld el, hogy te hazamész darma energiával, tel és ilyen legörbült szájjal, ott ő mindenki az a nem volt velünk a hétvégén, de én olyan jót gyakoroltam, kedves gyermekeim és édes hites társa. Jó? Tehát ezt így nem lehet. Ezt úgy lehet, hogy előbb-utóbb tudniuk kell, hogy te mit, miért csinálsz, és el kell mondani, hogy édes szíveim, én ebből nyerem azt az energiát, amelyel szerethetlek titeket. És akkor tudják, sőt érzik, sőt tapasztalják, csak előbb-utóbb eljönnek egy ilyen kis családi kirándulás keretében apuval egy egynaposra itt a templomba csak látogatni. És akkor megjön, jaj, apuci, milyen szép ez! És te olyan normális, hogy amikor hazajössz innen. Egy hat éves már ezt mondja, hidd el. Visszahalom a szülőt. Ilyen szemlélettel tessék ezt csinálni, azt tud, hogy nem maradsz magadra. Az nagyon fontos. Tehát nem vagy elmagányosodva semmilyen helyzetben, se család se csoportos kapcsolat esetén sem. Csak hogy jól tudod ezt a darmát és karmát gyakorolni. Mert végső soron csak a tudati minőségeidet és az azonosulásaidat viszed innen tovább. Minden más komposzt. Köszönöm. Köszönöm. Szívesen. Nekem azzal kapcsolatban a kérdésem, hogy a rendszeresség kialakításához tudnál valami tanácsot adni. Nekem ugyanis azzal van sokszor problémám, de azzal nincs mondjuk, hogy Akár mondjuk eljöjjek ide, tehát erőfeszítést megtenni, de kitartóan egy adott szinten megtartani ezt, és mondjuk minden nap adott órában leülni, gyakorolni, konzekvensen ezt sokszor tehetételnek érzem. Értelek? Akkor én arra kérlek, hogy először ezt a terhet vezd le magadról, és gyakorold a rendszertelenséget. Például nem eszel, ki tudja meddig nem iszol, ki tudja meddig, mert ugye azt is rendszeresen szoktuk, és hogyha a rendszeresség az baj, gyakoroljuk a rendszertelenséget. A legdurvább az, hogy mi rendszeresen lélegzünk. Tehát így percenként 12-16-ot. Na, ha ezzel baj van, akkor a rendszertelen lélegzetet is gyakorold, és akkor rájössz, hogy nincs az a semmi baj, hogy mondjuk ritmusosan lélegzünk. Határozott időközönként eszünk éjszaka alszunk, nap fönt vagyunk. Tehát ezek olyan ritmusok és rendszerességek, amelyekkel, hogyha megbarátkozol, akkor a gyakorlás is egyfajta természetes módon, és nem pedig egy ilyen robotszerű, elképesztően mesterséges érzülettel fog érvényesülni. Ugyanolyan természetes az, hogy te rendszeresen jársz fürdőszobába, és megcsutakolod magadat, meg eléred a kicsi ürességet. Hát akkor Örülök. Először hallod mi. Szóval, akkor ugyanilyen természetesnek kéne lenni, hogy a kis tudatodat is megsikálod és eléred a nagy ürességet. Fontos. Tehát nem mesterséges ritmus itt semmise. Csak előbb-utóbb meghalunk. Addig kéne csinálni valamit, amíg élünk. Csak azt beilleszted az életrendbe. Jó? Köszönöm. Szívesen. Az interjúszobában említetted a savas és megosztó érzelmeket, hogy ezt így kifejtenéd, mert nem, nem igazán... Nem, de... nem szeretlek. Nem fejtem ki. Nem érdekelsz. Közömbös vagy számomra. Na, elég a demonstrációból? Mert ezek borzalmasak. Tehát itt három percet le lehet rombolni évek munkáját. Köszönöm. Szívesen. Szintén az interjú származik a kérdés. Honnan hogy... nem? Mondját. <laughs> hogy a megvilágosodást el lehet érni gyors vagy lassú módon, és hogy ezekről mesélnél le, beszélnél le. Köszönöm a kérdésedet, mert egy olyan területet nyit meg, ahol nagyon sokan sokat szeretnének tudni. Ebben a pontban nincsen sem gyors, sem lassú. Ez az a pont, ahol minden duális minőség megszűnik, és a felébredés gyönyörű minőségében nincs sem gyors, sem lassú. Sem fokozatos, sem hirtelen. De a karmádnak a megtisztítása, mivel az időhöz kötött és térben érzékszervi hatások közepette valósul meg, ezért azt a látszatot kelti, hogy az gyors vagy lassú. És ebből a szempontból már van értelme a megkülönböztetésnek. A hirtelen iskolák például ezzel a mozdulattal azt mondják, ha te ebben a pillanatban az összes ragaszkodásodat, illúziódat és hamis azonosulásodat elengeded, megvilágosodsz. Ez nem igaztalan. Csak ez a valóságban úgy működik, mint hogyha egy háztetőt fölraknál a levegő égbe, picit meggörbítenéd, és nagyon erős széllel a levegőben tudott tartani. Aki vitorlázik, vagy ismeri a repülésnek a fizikai elveit, az tudja, hogy ez hogy működik. De egy idő után az alapot alá kéne építeni, mert nehogy már állandó erőfeszítéssel, a gyakorlat üveghangra való kihúzatásával lehessen csak ott tartani azt a tetőt a levegőben. Alá kell építeni ezt a szilárd tapasztalati alapot, ami mondjuk egy háznak a struktúrája és akkor a karmának a tisztítása és a transzcendens tapasztalatnak a sziládság, az találkozik. Ekkor a ház és a tető összeér. A fokozatos utak, azok nem azt mondják, hogy ebben a pillanatban elérelt, hanem azt mondjuk mahakalpák alatt. De ebben az életben is nagyon sokat tehetsz azért, hogy te egy lépéssel közelebb juss ehhez. És akkor megtanítják neked, hogy hogyan építs nagyon jó házat úgy, hogy nem tudod, hogy hol van a teteje. Csak építed, és majd egyszer csak az építőmester, a gurud megmondja, hogy most már ráteheted a tetőt. És akkor építesz, 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 és olyan jó leszel az építkezésben, hogy te valójában már nem is akarod lefedni, mert az építkezés gyönyörűségét nem akarod megszakítani. És akkor a fokozatosnak kikiáltott utak elmennek a végtelenbe. Mert nem merjük rátenni azt, hogy igen, az előkészítés ennyi volt. Mostantól kezdve visszatérünk csak ebbe a pillanatba, és már nem maceráljuk a karmánkat jobbra-balra. Mert nem akarunk sokkal erényesebbek lenni, tisztábbak lenni, ilyen vagy olyan minőséget kitermelni magunkban, most már csak ez a fontos. Ha azt mondod, fokozatos az út hiba, ha azt mondod, hirtelen az is hiba. Ezt mindenki szemlélet formálására mondom ki mert csak a karmádnak a működése teszi ezt látszólag fokozatossá vagy hirtelenné. Ne kövesd el azt a hibát, hogy nagyon magasra rakod a lécet, és a tapasztalatokkal nem építesz alá egy olyasféle struktúrát, egy olyasféle létszemléletet és életmódot, amelyben bízhatsz, amely megtartja azt a tetőt, mert végre a szerkezet aláért és találkoztak. Nagyon sok olyan zengyakorlót láttam, akik 10-20 évekig sok század borultak, minden nap és sok órát énekeltek, de az életük az nem volt rendben. Mert nem engedték, hogy a karma és a darma találkozzon. Hogy az életrendre rá legyen rakva a transzcendens tapasztalás, vagy fordítva, a transzcendens tapasztalás alá egy gyönyörű életrendet építsenek, már a tapasztalás függvényében, birtokában és a minőségének a felhasználásával. A fokozatosságban való elveszés, ugyanolyan hiba, mint a hirtelenségnek az állandósítása. Egy újabb hasonlattal élve, az első nagy transzcendens tapasztalás, az körülbelül olyan, mint amikor először látod a hegyben az alagút végén a fényt. Mert valahogy sikerült kirobbantani azt az eszméletlen tömeget, azt a sötét kötést, ami az alagútban lévő akadály. Igen, nem csak utána talicskába ki kell hordani az egészet. Utána megint van egy robbanás, megint leomlik egy rakás azonosulás, megint egy rakás karmát ki kell hordani. És így szépen, ha már látod az alagút végén a fényt, így lehet haladni, és egy idő után már mindegy, hogy pontosan melyik szakaszát éled. Az emberek az elején annyira éhesek a tapasztalásra, hogy, hogy mindent megtennének azért, hogy egy hatalmas fénycsóvában ők feloldódjanak és amikor az ebbéli szándékukat nem koronázza siker, akkor megnyugtatom őket, hogy nem baj, barátom, úgyis is vissza kéne jönnöd. És akkor így néznek rám nagy kerek szemekkel, és akkor azt mondom, hogy családot itt hagyod benne a szamszárában? Vagy esetleg van valaki, aki számít, és ő érte visszajönnél. És akkor az egész szemlélet megváltozik. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan járjuk az utat, mert akár fokozatos az élményed, akár hirtelen az élményed, ami ezt megfejeli és meghaladtatja veled, az az, hogy ezt nem magadért teszed. Mert ha csak magunkért tennénk, na az lenne a magány. Úgyhogy ennek szellemében, dualitásra nem alapozva, magunkat nem a középpontba állítva, de teljes belső elhatározással és erőfeszítéssel haladjunk előre. Húzast ki a paradoxonokat üveghangra azért, hogy minél magasabb szinten tapasztald meg az ellentétek világát, ehhez egy nagyon jó meghaladó bölcsesség kell. És utána használd az ellentétek világát arra, hogy teljes mások együtt haladhassunk az úton. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Én az öt akadályból a kétséggel kapcsolatosan. Szeretnélek kérdezni, hogy van-e esetleg valami bíztató, amit ezzel kapcsolatban tudsz mondani világi gyakorlóknak? A te... kétség, mint akadály? Igen. Az miért akadály? Hát, mert folyamatosan jelen van, tehát a rendszeres gyakorlás ellenére is. Én kételkedem abban, hogy ez akadály lenne. Na. Folytasd. Van még üzemanyag? Hát sejtem, mire gondolsz, de nem tudom, hogy hogy lesz az. Bízol akadályban. a sejtésedben? Mm, igen. Akkor eltűntek a kétségek. Hát igen, de valahogy mindig ott lappang. Lappang. Te... <laughs> Mint a vírus. Valahogy úgy mondanám, hogy mondjuk a, a a tudatosság repedésein beszivárog. Tehát a mindennapi életben, mert Ez hogy... a ma este a legszebb hasonlata, figyeljünk rá, és a szívünk közepére téve, vigyük el magunknak, csak nem mondja rosszat tőle, hogy a tudatosságunk repedésein beszivárog. Ez egy nagyon jó mondás volt, kérem szépen. Na, itt a jutalmazás véget ért. És akkor nézd meg, hogy a kétségeit honnan jönnek, mert a kétségek az igazi tanítók különben nem mozdulnánk be a saját akaratvektorunkba, és nem akarnánk valamit, ami eddig nincs, vagy megszüntetnénk azt, ami éppen van, de nem tetszik. Tehát a kétségek a tanítóink. Merdőket nagyon erősen megélni, és merdőket visszavezetni oda, ahonnan jöttek. Tehát tipikusan az a meditáció erre, hogy mi ez, honnan jön. És maradj középen, és az egyik kétségnek se adja el több üzemanyagot, mint a másiknak. Általában nem nullára és egyre szokott a tudat oszlani, sokkal több repedés van rajta. Tehát a kétség az már egy olyan entrópia, amikor már tényleg nem tudod összerakni a képet. Nincs egység. Nincs helyes látás. És akkor ebben a pillanatban az elme összes tevékenységét úgy, ahogy van, tett félre. Mert úgy tűnik, hogy a sok-sok kétség, az lefette az egységet. Ekkor az elme duális működése nem szolgál valami nagyobbat, ami nem önmaga. Ezért kell a gondolkodás elé visszatérni ebbe a pontba. Itt nincs kétség. Kimondott egység sincs. Itt egyáltalán nincs gondolkodás. És a tiszta, tükörszerű tudatban, mivel nincsenek fogalmak, ezért kétség sincs. Nullák és egyek nincsenek. És ezért mondjuk azt, hogy a legjobb tanítód a kék ég, a fák zöldje és a patak hangja. A közvetlen tiszta tapasztalásban eredetileg fogalmi réteg nincs. Azt mi gyártjuk rá, tehát a kétségeinket is mi gyártjuk rá. Ha ennek a folyamatnak ura vagy, akkor pontosan annyi megkülönböztető gondolkodásod lesz, amennyi kell. De nem lesz több. A megkülönböztető gondolkodás, amikor átcsap egy kezelhetetlen túlpörgésbe, akkor nagyon sok módon láthatod ezt. Az egyik az, hogy ítéletet alkotsz. A másik az, hogy aggódsz. A harmadik az, hogy kétségeid vannak. A negyedik az, hogy másoktól vársz valamiféle visszaigazolást, mert belül a folyamataidat nem tudod uralni. Hát az, hogy az ember a saját elméjének a működését uralja, ez kulcskérdés ahhoz, hogy valahogy normális életet éljünk ezen a földön. És ehhez kell az a gyakorlat, amely a nem gondolkodóig, a nem tudásig, a nem ítéletalkotásig, tehát a nem keletkezőig visszavezeti a tudatosságot. És ebben már elmeműködés nincs. Nem is kell. És az az érdekes, hogy ennek a tapasztalatnak a birtokában tudsz egy helyes elmeműködést kialakítani csak az a tükör mutatja jól a valóságot, amelyről az összes foltot levakartad, és lecsiszoltad, és gyönyörűen polírozva van. Amikor az utolsó azonosulás is megszűnik a gondolkodásoddal, akkor vesz tényleg intelligensé. Köszönöm. Szívesen. Nekem egy kicsit együgyű van, de ki tudja. Szerintem mindannyian boldogok leszünk a hallattán. Folytasd. Hogy történik a megvilágosodás, hogy, tehát, hogy mintha ilyen lámpa felkapcsolódna a tant, Fogalmam és sincs, ne is folytassd. Jól lapozzuk, ez volt az Fogalmam első, egyéb, de sincs. van még egy. Hogy mi történik utána? Tehát aki megvilágosodott, akkor az intelligens lett, hogy végre nincs kétség, semmi, végre megvan a háztető, a falak. Lincsi zenmestert idézem. A megvilágosodás szó puszta kiejtése olyan, mintha egy vödör szart borítanál a fejedre. <gül> oh. <gül> akkor most megkaptam, köszönöm. Nem. Lincsi mester köszön, és mi pedig leborulunk felé. Ha megvilágosodtál, akkor az ég teljesen kék, és a fű nagyon zöld. Ha nem világosodtál meg, az ég akkor is kék, és a fű nagyon zöld. Tessék félretenni a duális fogalmakat, mint felébredett és nem felébredett, és felhasználni a pillanatnak a szentséges tapasztalatát arra, hogy minden illúziótól, önképtől és egyébtől megszabaduljunk. És hogyha ezt nem nevezed el, ha nem akarsz belőle kognitív struktúrát, rendszert, megjósolhatóságot és egyéb ilyeneket csinálni, akkor meg tudsz maradni a tudat spontán tiszta állapotában. Ha eltűnik a megvilágosodás és a meg nem világosodás, akkor tényleg esélyünk van a felébredésre. Jó. És még van egy harmadik. A forma üresség, az üresség forma. Mesélnél pár szót erről? Persze. Csak egyet. Naponta háromszor biztosan tapasztalod, nem csak te, mindenki. Háromszori étkezés van a templomunkban, budháknak és pátriárkáknak legyen hála, és amikor kirakjuk a tálat, akkor felszolgáljuk egymásnak az étket. És ekkor tudatosítsd magadban, Tantienedre mutatva, hogy üresség, és a táladban ott a forma. Eltelik 10 perc, és megfordul. Itt van a forma, ott az üresség. Elég lesz. Igen, köszönöm, tovább ne fejtsd ki. Igen. Nem is fogom. De megkaptam a vödörszart, meg a. Hogy innen is mehetünk utána üríteni. Szívesen beszélek a teljes táplálékláncról. Köszönöm. Egyéb kérdés. Minél jobban értem ezt az elmét, annál jobban értem a környezetemet. Az elmét nem érted, az elme ért téged. És itt a baj. Tehát a látásban nincs értés, de a látás segíti az elmét, hogy az jobban értsen. És a másik, hogy megteszed, demonstrálsz megint egy ilyet? Nem. Nem? Nem. Nem is kell, mert elhiszem, hogy ez mindig jelen van. Okos vagy. Akkor se. De tudom, annyira tudom, hogy itt van, jelen van. Nagyon jó. Akkor. Nagyon. Jaj. Köszönöm. Hogyha figyeled, akkor pontosan annyi megértést kapsz, amiből kiderül, hogy a megértés az elégtelen. Részint sok, részint kevés. De úgy kell ezzel az intellektussal bánni, mint a szelídítendő sárkánya, aki pontosan olyan sebezhető és bizonytalan, mint egy kölyök kutya. De ha nem tréningezed rendesen, akkor egy nap akkora lesz, mint egy Tyrannosaurus Rex, és leharapja a fejedet. És ezért kell az a fajta értés, amit az intellektus nagyjából biztonságban érzi magát, hogy tudja, hogy mit csinál, de nem szabad lezárni a nyilásokat, hogy ez a tudás aztán, 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 ez aztán teljesen mindenséges és tökéletes, és ennyi volt. Tehát a paradoxonoknak a bukonyilásait azt fölfelé nyitva kell tartani, mert ha nem, akkor a gondolkodó elme nem tudja meghaladni önmagát. Nem tudjuk elérni a nem gondolkodót, mert olyan mértékben be vagyunk zárva az okosságaink közé. Abból előbb-utóbb elképesztő önkép, elképesztő szenvedés, elképesztő lezártság és korlátoltság lesz. Mert ismét azonosulunk vele. Bizonyám. Igen. Tapasztalom is és még. Á, nem. De ebben pont ez a jó, mert nem függök attól, hogy megteszed-e vagy sem. Mert már megtetted és hallottam, és annyi bőven elég volt. Ígyunk egy csészeteját. Legyen így. Egyéb kérdés? Köszönöm szépen. Szívesen. Azt kezdem érteni, hogy itt a szangában hogyan segítjük egymást a felébredés felé vezető úton. De ha hazamegyünk, akkor ott hogyan tudunk helyesen segíteni? Hát ott elsősorban ők segítenek téged a felébredéshez. Nem várt módon. Először te ébredjél rá, hogy pontosan milyen kapcsolatrendszerben, környezetben vagy, és mi a teendőd. De az igazi segítség az, amikor valaki jobban látja a karmáját, mint előző nap. Jobban ismeri magát mint annak előtte. Önzetlenebbé tud válni anélkül, hogy ez egy ilyen hamis áldozathozatali pózolásba menne át. Szunkszán megkérdezték, mi a baj a nagy énnel? Erre azt mondta, már meg is jelent. Tehát úgy tanítsunk, hogy nehogy meglássák, nehogy megtudják. De ami belőled jön, azt a minőséget, azt előbb-utóbb szeretni fogják, mert szereted őket. Legyen is így. A dalai láma azt mondta egyszer közeli tanítványoknak, van egy jó hírem, meg egy rossz, melyiket mondjam először. Hát a jó hírt, összentsége, megkérjük. Együttérző szeretettel mindent el lehet érni. Hát köszönjük szépen, ez fantasztikus, ez tényleg a mai nap fénypontja. Most akkor elviseljük a rossz hírt is, kérjük összentsége, fejtse ki. Együttérző szeretettel mindent el lehet érni. Ezt emézd meg nagyon. Tehát vigyázz, hogy a szeretet energiába mit teszel bele, mert átmegy, gyökeret ver a másik ember lelkében, és kihajt. Mit viszel át? Ezért kell bölcsességgel szeretni, és nézd meg, hogy egy komoly érzelmi hídon, amely mondjuk párkapcsolat, családi kapcsolat, milyen tudattartalmak mennek át. Erre figyeljünk. És akkor úgy tudsz tanítani, hogy a te belső tisztaságod már segített más valakinek, fogalma nincs arról, hogy tezen gyakorolsz. És úgy taníts, hogy ne érződjék tanításnak. És akkor rendben van. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét, hogy a ma esti beszédet, amely a nem tanítással kezdődött és a nem tanítással végződött, mindenki megtanulta, berakta a megfelelő helyre a lelkében, és ez is segíti teket ahhoz, hogy egy fogalmi kötöttségektől mentes, nem dualisztikus tudatformát érjünk el, amely aztán megfelelő módon használja a fogalmakat, megfelelő kapcsolatokat alakít ki, egymás javára, egymás segítve. Köszönöm a figyelmet!